Köszöntöm nézőink, önök a Tamási Táj című műsorunkat látják. 2006 óta többféle hagyományt követve, de tartalmában mindig sokféle újdonságot kínálva kerül sor az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében az Országos Könyvtári Napok eseményeire. A szakma legjelentősebb, legtöbb érdeklődött megmozgató programsorozatára minden év októberében. Ez az eseményhez csatlakozik évről évre Tamásiban is a Könnyű László Városi Könyvtár, ahol most is érdekes programokkal várták az érdeklődőket. Az Országos Könyvtári Napok programsorozat Tamásiban is tartogatott író-olvasó találkozott az érdeklődőknek, a legkisebbeknek pedig egy interaktív délelőttöt, melyek ezúttal a múltidézést tűzték ki célul, tudtuk meg az intézményvezetőtől. 2006 óta zajlik az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében. A szakma legjelentősebb, legtöbb érdeklődőt megmozgató eseménye ünnepez. Ezen a héten a könyvtárak színes programokkal és kedvezményekkel várják az olvasóikat, a mi könyvtárunkban is ingyenes beiratkozással, a hátralékosoknak pedig megbocsátással kedveskedünk. Az a lényeg ennek a hétnek, hogy a könyvtárak szerepe felértékelődik, és felértékelődik a személyes találkozások lehetősége is. Gondolhatunk itt akár az íróra és olvasójára, vagy gondolhatunk a könyvtárosra és a könyvtárlátogatókra is. Mindig egy adott tematikájú programsorozatot kell ilyenkor szerveznünk, és ebből az adott tematikából most mi a könyvtárak multidéző szerepét választottuk ki. Henkei Mari könyvbemutatójával indult a programsorozat Tamásiban, akinek nem ez az első könyve, hiszen nemrégiben egy olyan szokásokkal, hagyományokkal és receptekkel teli kötettel örvendeztette meg a nagy közönséget, amely a sváb világba enged betekintést. Ez az Ómászvált, aminek már a magyar kiadása is elérhető, és ezt is magával hozta a most debütáló Márili című könyvének bemutatására. Azért lett ez a címe, mert Páriban, ahonnan származom, minden, ami kicsi, azt mindent egy líképzővel láttak el. Így a nevek is kaptak egy líképzőt, és így lettem én Márili. És úgy gondoltam, hogy mivel gyerekkori történetekről van szó, ezért akkor legyen ez a címe. És ez én vagyok. A könyv ötletével a lányát, férjét és barátnőjét szembesítette elsőként, akik biztatták rá, hogy a múltat idéző kötet történeteit adja ki. A leírt elbeszélések olyanok, amiktől még a mai napig is könyvszökik az író szemébe, ha felidézi azokat. A történetek, amelyeket a könyv lapjai rejtenek, minden korosztály számára kellemes perceket okozhatnak, ha olvasásra szánják idejük egy töredékét. A hétfői kellemes hangulatú este után az őszi könyvtári napok további programokat tartogatott a Könnyű László könyvtár látogatói számára. A Hazajáró című turisztikai honismereti magazinműsor 2011-ben indult a Duna TV-n. A műsor két szereplője gyalog, kerékpárral, kenuval vagy éppen szekéren halad vándorlásai során, és azzal a céllal, hogy kedvet csináljanak a határon túli túrázáshoz, illetve felhívják a figyelmet a történelmi Magyarország szépségeire. A sorozat egyébként kordokumentum is, és egy földrajzi kincs. A műsor szerkesztője Kenyeres Oszkár lesz könyvtárunk vendége, aki vetített képes élménybeszámolójával ösztönzi majd a vendégeinket eddig még ismeretlen tájak felfedezésére. Ismeritek akkor ezt a dalt. Az általános iskola elsőseit egy interaktív, vidám, dalokkal tarkított műsorral várták a könyvtárba. A Lóca együttes egy tréfás népmese feldolgozással érkezett, megszólaltatták a kalimbát, a hegedűt, a dorombot, a gyerekeket pedig nem hagyta hosszú ideig üldögélni az együttes, hiszen az interaktivitás nagyon fontos. Szerintem nagyon fontos, ugyanis a gyerekek igénylik, hogy ők is bevonódjanak a történetbe, úgyhogy mi szándékosan úgy állítjuk össze a műsorokat, hogy olyan dalokat válogatunk, amiket ők ismernek, amiben szívesen bekapcsolódnak az énekükkel, akár apró mozgásokkal, kis tánccal. Különböző hangszereken játszunk, a furujásunk, szaxofonosunk Székely Zoltán, van egy ütőhangszeren játszó zenésztársunk Almási Krisztián, és jó magam gitáron és hegedűn játszom, illetve alkalmanként van egy vendégzenészünk Tekse Balázs személyében. A célközönségünk alapvetően az óvodás és kisiskolás korosztály, és nagyon sok műsorunk van, tehát 24 különböző előadásból válogathatnak a meghívók, tehát ők választják.
választják ki, hogy mit szeretnének hallani tőlünk. Vannak évszakokhoz, jelesnapokhoz kötődő műsoraink, illetve zenés meséink, népmesefeldolgozások vagy saját történetek. Olyan dalokat választunk többnyire, ahogyan említettem, amiket ismernek, vagy ha nem ismerik, akkor azok is egyszerű szövegűek, amelyre könnyen ráhangolódnak és akár megtanulhatják a műsor alatt. A hangszerek bemutatása után a Badacsonyi Szőlőhegyen című dal indította az interaktív előadást, melyet tapsvihar és lengedező szőlőveszőket imitáló kicsik ezek kísértek. Dalok sorával mesélte el az együttes a házaspár Katyika és Matyika történetét. A diákoknak a kezükön kívül a hangikra is szükségük volt, ők imitálták a vízhangot az interaktív mesében. Hó-ha-hó! Hó-ha-hó! Gyerekek! Gyerekek! Tamási! Tamási! A 2006 óta zajló Országos Könyvtári Napok programsorozathoz csatlakozó Könnyű László könyvtár idén a múltat idézte fel meghívott vendégeivel Tamásiban. Az idősek világnapja alkalmából sem a Tamási, sem a környékbeli szépkorúakról nem feledkeztek meg. Tamási város önkormányzata egy önfelett estével kedveskedett mindazoknak, akik ellátogattak a Magyar Nemzeti Táncegyüttes szombati előadására. A Tamási és környéke szociális központ pedig hétfőn látta vendégül az összes klubtagot egy jó hangulatú délutánon, ahol a nyugdíjasoké volt a színpad is. A Tamási Művelődési Központban több mint 300-an igényeltek regisztrációs jegyet az idősek köszöntésére rendezett estre, tudtuk meg az intézmény igazgatójától. Szerettünk volna az időseknek egy olyan programmal, olyan műsorral készülni, ami az ő korosztályukat nagyon megfogja és őket nagyon érdekli. A Magyar Nemzeti Táncegyüttest egyébként már a tavalyi évben is szerettük volna, hogyha fellép a Művelődési Központ színpadán, sajnos akkor a járványhelyzet nem tette lehetővé. Így aztán, hogy átcsoportosítottuk a programjainkat, mindenképpen úgy gondoltuk, hogy ez lesz az az alkalom, amikor sokaknak tudjuk nyújtani ezt az élményt, mert biztos vagyok benne, hogy igazán fergeteges előadás vár a közönségre. Tamási város polgármestere Porga Ferenc köszöntő beszédében méltatta a szépkorúakat, és hangsúlyozta, milyen fontos, hogy tiszteljük, becsüljük azokat, akik kemény munkával dolgoztak a családért. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket, és annak a kifejezését, hogy mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk. A profi táncosok válogatott folklór előadással érkeztek a Tamási közösséghez, melyről a táncegyüttes menedzserét, Aradvári Lászlót kérdeztük. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes Magyarország legnagyobb létszámú hivatásos profi táncegyüttese. 22 párral dolgozunk, van egy hétfős zenekarunk, és gyakorlatilag évente egy 120-130 előadást tartunk meg Budapesten, vidéken és a határon túlon, valamint sokszor azért még messzebbre is szoktunk utazni. A mai műsor az egy gyakorlatilag válogatott folklór előadás. A Kárpát-medence különböző tájegységeit mutatjuk be. Zsurászi Zoltán, Kossuth Díjas kiváló művész a rendezője, és ő is ugye a Magyar Nemzeti Táncegyüttesnek a művészeti igazgatója. Ő állította színpadra ezt a mai előadást, ami egy rendkívül változatos, és minden bizonnyal a közönség számára élvezetes előadás lesz. A szépkorúak közül sokan kíváncsiak voltak a Magyar Nemzeti Táncegyüttesre, hiszen teltházas előadásra került sor szombat este, amikor sugárzott a színpadról a jókedv, és nem utolsó sorban a hagyomány, melyről Sánta Gergő tánckarvezető mesélt. A Kárpátok visszhangja egy egész esszenciája a Magyar Nemzeti Táncegyüttesnek, mert hogy olyan folklór kincset rejt, amiben matyótáncok, erdélyi cigánytánc, az erdélyi székelytáncok, akár Kis-Magyarország a Dél-Alföld, tehát rengeteg olyan kincset összehozunk egy műsoron belül, amit a nézők nagyon imádnak. Általában a zsuráik úgy állítják össze ezeket a műsorokat, hogy mindenkinek szimpatikus legyen és befogadható legyen. Tehát van egy olyan mélység a néptáncnak, amit ha jól arányba találunk el, mint ezek a számok is, akkor élménnyel teli. Talán azért jó itt Tamásiban, mert
a vidéki közönségnek mindig van egy olyan bája, amit nem lehet pótolni. Tehát ők mindig máshogy viszonyulnak az előadásainkhoz, bele-bele nevetnek, bele tapsolnak, ez mindig azért jobban hevít minket és boldogsággal tölt el. Idősek méltatása ezzel nem ért véget, hiszen hétfő délután a Tamási és környéke szociális központ valamennyi klubja meghívást kapott. Tudtuk meg Szabadosné Vastag Edina intézményvezetőtől. 8 telephelyünk van, ahol idősek klubját működtetünk, és azt a hagyományt találtuk ki, hogy minden évben más település fog helyet adni ennek a rendezvénynek, és most idén úgy döntöttünk, hogy Irekszemcsén fogjuk tartani. Úgy próbáljuk meg feldobni ezt a délutánt, hogy minden településen élő kis klubtagunkat megkértük arra, hogy amennyiben megtalálható még a szekrényükben népviselet, akkor azt hozzák el mai nappal nekünk, és mutassák meg a többieknek. A települések élelmezés vezetőjének irányításával számos finomság került az asztalokra. Irekszemcse polgármestere örömmel bocsátotta rendelkezésre a termet. Én nagyon büszke vagyok arra, amikor megkeresett engem az intézményvezető asszony, hogy Irekszemcsét szeretnének színhelyül ennek a nemes eseménynek, és méretetlenül büszke vagyok arra, hogy ennek a tényleg ennek a nemes eseménynek a szeretett községünk Irekszemcse adhat otthont. A nyugdíjas klubnak én ugye nem vagyok tagja, tekintettel, hogy fiatal vagyok, viszont az olvasókörnek igen, ahol szintén nyugdíjasok vannak, úgyhogy én úgy nagyjából képben vagyok azzal, hogy mi történik itt a nyugdíjasokkal a községünkben. Tamási város polgármestere Irekszemcsén is köszöntötte a szépkorúakat, akik több településről érkeztek. Tamásiban hagyományosan a művelődési központ ad helyet az idősek napi rendezvényre, és a Kárpátok visszhangja néven a Magyar Nemzeti Tánc Együttesnek láttunk egy fergeteges műsorát. Ezzel köszöntöttük a város idős lakóit. Tamási és környéke integrált szociális központ idősek klubjai fogtak össze, és jöttek el ide erre a rendezvényre, ami megint csak egy hagyományos rendezvény, hisz az intézmény minden évben természetesen gondol azokra, akik egyik nagyon fontos ellátási területe. Az Irekszemcsei Bartók Béla Nyugdíjas Klub jubileumát ünnepli az idei évben, árulta el Kereszt Józsefné. 50 éves az idén a Bartók Béla Nyugdíjas Klub Irekszemcsén, 1971-ben Bögösné Piróka hozta létre. Éppen azon gondolkodtam, hogy itt a kiállításon annyira látható, hogy ugye ebben az időben volt nagyon sok idős férfi, nő, kis fekete kendős, fekete csizmás, mellényes férfiak, nők. Hát most már egy kicsit színesebb lett, legalábbis külsőleg színesebbek vagyunk. Talán kevesebben is vagyunk, egy kicsit kényelmesebbek az emberek, nem jönnek túl sokan, de aki itt van, az együtt van. Részt veszünk az Életet az Éveknek országos program megyei rendezvényein, és hát a faluban is, amit tudunk, segítünk, dolgozunk, fellépünk rendezvényeken. Akár csak Tamásiban, láthatóan Irekszemcsén is jól érezték magukat az idősek napja alkalmából szervezett rendezvényen a megjelentek. A Béri Balog Ádám Katolikus Gimnázium és Óvoda nyílt napot szervezett a 2022-23-as tanévben 5. évfolyamba lépő diákok számára. Két opció áll rendelkezésükre a gimnáziumot választóknak. Lehetőség lesz majd egy általános tanmenetű osztályba beiratkozni, vagy választhatják a nyelvi előkészítős osztályt is, mely felvételihez kötött. A hétvégén ezekkel a lehetőségekkel ismerkedhettek az érdeklődők. A leendő ötödikeseknek nem szegte kedvét, hogy szombaton is korán kellett kelni, érdeklődve érkeztek a Béri Balog Ádám Katolikus Gimnázium nyílt napjára, ahol amellett, hogy felfedezhették az intézményt, ismerkedhettek a leendő pedagógusokkal, és egy-egy órai munkába is betekintést nyerhettek szüleikkel együtt. Nem véletlen, hogy nem egyszerre van nyílt nap a leendő 5. és 9. évfolyamnak, tudtuk meg a gimnázium igazgatójától. Negyedikeseket teljesen más képzéssel várjuk, mint a majd mostani 8-osokat. És természetesen akkor megragadom az alkalmat, hogy jelzem, hogy külön lesz majd a 8-osoknak is nyílt napjuk. Ez egy november 10-i napra esik. Az 5-esek, leendő 5-eseket azért vártuk külön, hiszen két képzési javaslattal
szerettük volna megismertetni őket, ugyanis 2/5 osztályt tervezünk indítani a következő tanévben. Az egyik egy nyelvi előkészítő osztályra épülő kisgimnáziumi 8 osztályos képzés, ami így már is 9 évfolyam lesz, hiszen egy nyelvi előkészítő évet követ 8 gimnáziumi év. Ez az országban is szinte egyedülálló, úgyhogy nagyon jó lehetőség arra, hogy egy vagy akár két nyelvet is komoly szinten elsajátítsanak. Illetve a másik 5. osztály, amit tervezünk, egy általános tantervű, nem gimnáziumi jellegű, hanem egy általános tantervű osztály, ami 5-6, 7. 8. osztályban várja az ide jelentkezőket, és 8. után szabad a pálya, akár nálunk is maradhatnak a hagyományos 4 év folyamos gimnáziumi képzésben, de úgy gondolják, természetesen máshol is tudják folytatni a tanulmányt. A diákoknak adott a lehetőség, hogy az emelt óraszámban tanulandó nyelvet ők válasszák majd ki. Az előző évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a magas óraszámban tanult nyelvből előrehozott nyelv érettségit tesznek az iskola diákjai. 18 nyelvórájuk van heti szinten, ez lehet német vagy angol, és tényleg csak egy pár egyéb órájuk van, ami 25-26-os heti órakeretet jelent, tehát 18 nyelvi óra mellett 7-8 egyéb órájuk van. Nagyon jól meg tudja alapozni ez a nyelvi képzettségüket, és erre a későbbiekben nagyon jól tudnak építkezni. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy ebben az osztályban jelentkezők többsége nyelvvizsgával, de akár két nyelvvizsgával is kikerülhet majd az intézményből. A Béri Balog Ádám Katolikus Gimnáziumban a jelenlegi negyedikeseknek lehetőségük van az általános tanmenetű osztályba beiratkozni, ahova nem kell felvételizni, de amennyiben a nyelvi előkészítős kisgimis osztályt választják, ahol az első évben heti 18 órában tanulják majd az általuk választott angol vagy német nyelvet, ebbe az osztályba kell a felvételi a jelentkező diákoknak, a felkészülésben az intézmény segítséget is nyújt, mondta el az intézmény vezető helyettes. Ingyenes felvételi előkészítőt szervezünk mindazon gyerekeknek, mindazon negyedikeseknek, akik azt fontolgatják, hogy a mi nyelvi előkészítő osztályunkba szeretnének felvételizni, de persze azoknak is, akik mondjuk ezzel indulnak, ezzel a tervel, aztán menet közben meggondolják magukat, és miután megírják a felvételit, mégiscsak az 5. B általános tantervű, általános iskolai felső tagozatra jönnek, vagy pedig úgy gondolják, hogy menet közben kilépnek, ők is elkezdhetik ezt a felvételi előkészítőt, ezt szombatonként tartjuk, a szünetek, az iskolai szünetek kivételével, egészen január 22-ig, mert hogy az lesz 2022. január 22 a felvételi, a központi felvételi napja. Ezen a felvételin mi nem magyart, meg matematikát tanítunk a gyerekeknek, hiszen azt megteszik a tanítónénik. Mi magát a felvételi menetét, a technikáját mutatjuk meg nekik, azt, hogy ne ijedjenek meg egy felvételi feladatlaptól, hogyha az oda kerül eléjük, hanem pontosan tudják, hogy mivel mit kell tenniük, és így ösztönözzük, így segítjük őket a minél jobb eredmény elérésében. Azok a gyerekek, akik rendszeresen eljöttek a mi felvételi előkészítőnkre, azok, hogy úgy fogalmazzak, felvértezve érkeztek ide erre, míg azok, akik ugye nem valamilyen oknál fogva nem tudtak eljönni, mert mondjuk nem értek rá, vagy másként készültek, ők azért megszeppentebbek és megilletődöttebbek voltak, és hát ez az eredményeken is látszott, hogy az, aki hozzánk járt rendszeresen, ő azért magabiztosabb volt és jobban is teljesített. A 2022. január 22-i felvételire felkészítő órákra szombatonként 9 órától kerül sor, ahol akár csak egy iskolai órán, itt is 45 percig ülnek majd a diákok a padokban. A 2 órás hétvégi gyakorlások alkalmával mind magyar, mind matematika tantárgyakból előkerülnek majd feladatok. A diákok amellett, hogy felkészültebben érkeznek a felvételire, az intézményben is sokkal magabiztosabban mozognak majd, ami egy stresszfaktort ki is küszöböl náluk. Igazából nekem egyetemi céljaim vannak a jövőben. Szeretnék orvos lenni, úgy, mint a szüleim, és azt anyáik úgy gondolták, hogy ez lenne a legmegfelelőbb választás, hogy ide jöjjek, és itt kaphatom meg a legjobb szintű oktatást. Nagyon jó fejek a tanárok, az igaz, hogy amit adsz, azt kapod vissza, és igazából jó a csapat, nagyon jó a közösség, rendesek, itt most volt a kampány, itt is semmi ellenségeskedés nincs a gimiben, igazából
Nagyon, nagyon jó fej mindenki. Egymással, még a kicsikkel is, a nagyok meg pont fordítva. Negyedik osztály után jöttem ide egy nyelvi előkészítőbe. Németet tanultunk heti 18 órában, és azért választottam ezt, mert a testvérem is ide járt, és ő nagyon sok jót mondott erről a gimnáziumról. Az elején nagyon nehéz volt megszokni, hogy ilyen sok német óránk van, de utána belerázottunk szerintem az egész osztályjal, úgyhogy utána tökéletes volt. A Béri Balog Ádám katolikus gimnáziumba járó diákok örömmel veszik, hogy számos olyan program van a tanév során, ami egy kicsit feltölti őket. Ilyenkor nem az iskolapadban ülnek, hiszen nem a tanulási a főszerep. A diákigazgató választás is egy hatalmas élmény, nem csak magának a diákigazgatónak, aki egy napra megkaparintja a hatalmat az intézmény élete felett. Ilyenkor elviszik az igazgatót egy rendőrautóval vagy egy busszal, és színes programok várnak minket, például szépségszalon, Xbox, jazz dancezünk, meg ilyesmi, és mindig van, lehet főzni az udvaron, vannak sportok, foci, kézilabda. Természetesen emellett számos egyéb kulturális programot, szórakozási lehetőséget a béris diákok számára minden tanév folyamán. A Béri Balog Ádám katolikus gimnázium egy jól sikerült nyílt napot tudhat maga mögött, melyre szép számban látogattak el az általános iskolák negyedikesei. A nyolcadikasokat majd november 10-én várja az intézmény egy nyílt nappal. Tamásiban a Művelődési Központ égiszei alatt működik az alkotók közössége, akik foglalkozásaikat, összejöveteleiket heti rendszerességgel tartják az intézményben, munkáikból pedig már többször rendeztek kiállítást is a folyosó galérián. Ezúttal egészen október 16-áig díszítik a színes tűzzománc képek a falakat. Az alkotók közössége felnőttekből álló amatőr művészeti csoport, akik a képzőművészet különböző ágaiban tevékenykednek szabad idejükben. A foglalkozások pedig lehetőséget adnak a fejlődésre, meséli a művészeti vezető Lil Mária. Az egész gondolat, az ötlet onnan indult, hogy én szeretek zománcozni. És ezt a szeretetemet próbáltam kicsit kisugározni, és összejött körém egy olyan csapat, akik ezt a képzőművészeti ágazatot szívesen, ebben szívesen dolgoznak. Egy egészen másfajta képzőművészet, mint a festészet, vagy a térbeliséget ábrázoló agyakozás. Érdekes technika, külön technikája van, és aki egyszer úgy gondolom erre ráérez, vagy megszereti ennek a ragyogó műfajnak a szépségét, akkor már nehezen szakad el. A csoport nagyon változatos, változnak az emberek is, akik járnak, vannak, akik leszakadnak, vannak, akik csatlakoznak. A zománcozás technikája egy hosszadalmas folyamat, akár több nap is kell, mire egy alkotás elkészül. Mindig hozzáteszi magát a kemence az égetés, aki végül is eldönti, milyen lesz a kép. Mert mi eldönthetjük, hogyan keverjük a zománcokat, a hő, az égetés folyamata azért mindig változtat egy kicsit rajta, és pont ez a szépsége, hogy mi magunk se tudjuk teljesen pontosan, hogy mi kerül ki a kemencéből. Az alkotói folyamat mindenkinek ajánlott a stresszes hétköznapok levezetésére, mert ilyenkor az agyunk megszabadul a hétköznapi élet kusza gondolkodási sémáitól, és belekerül az angolul flow-nak nevezett áramlás állapotába, ami teljes mértékben hasonlít a meditáció nyújtotta feltöltődéshez. Csak itt közben még fizikai aktivitás is történik. Úgy gondolom, csak is olyan ember csatlakozott hozzánk, akihez ez azért közel áll, mert vagy dolgozott már másféle iparművészeti vagy képzőművészeti technikában, vagy festegetett otthon, vagy patchworkozott, és valamiért meg ugye látott egy kiállítást, vonzotta a dolog, szerette volna megismerni. Úgy gondolom, hogy mindenki, aki alkot ebben a közösségben, nagyon vonzódik a szépség iránt. Nagyon jó érzéke van a színek, a formák kiválasztásában, és azért tud sikeres is lenni, amikor készít egy zománc képet. Hát ennek a képnek a címe Kocsolai emlék, ez nagyon érzelmileg kötődik én hozzám. A fiam nősült a nyáron, és neki készítettem egy olyan, ami fontos volt ő számára. Próbáltam épületeket, embereket, fákat, virágokat, olyan dolgokat megjeleníteni,
kétféle zománcos technikával, mert van az alapozott lemezre és a vörös részlemezre készült rész, hogy egy kicsit érdekes, izgalmas legyen. Próbálkozunk többféle technikát, vannak itt rekelszománcok. A rekelszománc azt jelenti, hogy bereteszelem, egy zárba teszem magát a szín. Ott vékony, vörös részlemez drótokból alakítjuk ki a formákat, és azt töltjük fel színekkel. Az itt látható alkotások körülbelül egy évnek a munkái. A válogatás úgy történt, hogy az elképzelt, illetve megalkotott darabokat persze mi egymás között zsűrizzük, és amelyiket úgy gondoljuk, hogy kiállítható, felvállalható, igenis megmutatható, azokat hoztuk el erre a kiállításra. Amennyiben idejük engedik, a tűzzománc alkotásokat október 16-áig még megtekinthetik a Tamási Művelődési Központ nyitvatartási ideje alatt. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!